parlament előtt a bodai atomtemető, a pécsieket nem tájékoztatják a beruházás irányítói. Megújult a pécsi gyermekotthon, nevelőszülőket keres az intézmény. Ingyenes parkolás, szemétszállítási szünet, húsvéti menetrend Pécsett. Több ezer ínyencet várnak, 12. alkalommal rendezik meg a Medvehagyma Fesztivált Orfűn. Köszöntöm nézőinket, pénteki híradónkat látják. Nem akarja a pécsieket tájékoztatni a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú Kft. A Bodára tervezett atomtemetőről. Ez derült ki egy civileknek írt válaszlevélből. A Rácvárosi Egyesület hívta meg a beruházást felügyelő társaságot egy lakossági fórumra, amelyet a bodai létesítményről tartanak. A meghívást azonban visszautasította az RHK vezetője. A tájékoztató fórumot azonban így is megtartják április 10-én. Ezt az elutasító levelet kapták a rácvárosi civilek a radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú Kft.-től tegnap. A bodai atomtemetőről tart fórumot a Rácvárosi Egyesület. Erre várták a beruházást felügyelő céget, de hiába. Hogy nem kívánnak részt venni, Boda polgármesterét javasolják, hogy keressük meg. Ő is kapott az április 10-i fórumra meghívót. Reméljük, hogy a polgármester úr eljön. Április 10-én egyébként a civil közösségek házában 17 órakor lesz ez a fórum, mert úgy érezzük, hogy itt Pécs határába készül egy olyan létesítmény, ami hatásában jóval nagyobb hatású, mint a Tubese tervezett rádiólokátor. Az RHK szerint nem tartozik Pécs az érintett települések közé, mert nem a területén történnek a kutatófúrások, hanem a megyeszékhelytől 8 kilométerre fekvő Bodán. Ezért a pécsieknek azt ajánlják, a helyszínen érdeklődjenek, vagy a bodai polgármestert keressék, ha a kérdésük van az atomtemetőről. A parlament előtt van a nukleáris hulladékok kezelésének nemzeti stratégiája. Ebben Boda szerepel, mint az atomtemető helyszíne. Nagy aktivitású hulladékok kezelésének előkészítése kapcsán a bodai térség, tehát ez a konkrétan nevesítve van a nemzeti stratégiában, tehát látjuk azt, hogy mindenféleképpen Pécs érintett. És ebben a nemzeti stratégiában az is látható, hogy a 4 atomhulladékkal összefüggésben hozható magyarországi helyszínhez egy 90 ezer fős érintett lakosságot írtak, tehát világosan látszik, hogy a nemzeti stratégia készítők gondolják, hogy Pécs nem érintett. A nukleáris hulladékok Bodára tervezett tárolóhelyéről, a lehetséges veszélyekről április 10-én délután 5 órától a civil közösségek házában tájékoztatják a pécsieket a civilek. Zöld főváros atomtemetővel címmel tartanak itt fórumot. A radioaktív hulladékokat kezelő közhasznú Kft. Részvétele nélkül. Uniós zászlók lengetésével tiltakoztak pécsi aktivisták a kormánypártok EU ellenessége ellen csütörtökön a Városháza előtt. A márciusi közmeghallgatáson jegyezte meg az egyik résztvevő, hogy ki lehetne tenni az unió zászlaját a tanácsterembe, ha már a közösség annyi pénzzel támogatja a 2020-as fejlesztéseket. Erre az egyik Fideszhez kötődő helybéli azt felelte, akinek hiányzik a zászló, az hozzon magával. Erre volt válasz a csütörtöki zászlós demonstráció. Felújították a pécsi gyermekotthon épületét, április végén adják át az ingatlant. Mintegy 140 millió forintot költöttek az építkezésre. Nevelőszülőket is keres az intézmény. A jelentkezők a gyermekotthonon keresztül válhatnak majd nevelőszülőkké, ha alkalmasak a feladatra. Új ablakok, új burkolat a pécsi gyermekotthon falain. A teljes épületet felújították, beépítették a tetőteret. Jobban át van gondolva a gyerekek élete szempontjából a belső élettér, hiszen falak kerültek arréptolásra, átalakításra, vizes blokkok kialakítása, és hát egy új kihívás a csecsemotthon számára is elkészült egy olyan hely, ahol új életet kezdhetnek a kisbabák, és ez a terület is oda fog költözni. Április végén adják át a megújult gyermekotthont. Összesen 200 millió forintot nyert az intézmény. Az átépítés 140 millió forintba került. A többi pénzből tanfolyamokat, képzéseket szerveztek a dolgozóknak. A gyermekotthonnal kapcsolatos hír az is, hogy nevelőszülőket keresnek. 3 hete adták fel a hirdetést.
Jelenleg 25 családunk van, nagyjából még ugyanennyi családra lenne szükség ahhoz, hogy az elhelyezésre váró gyerekeket mind el tudjuk helyezni. Ez azt jelenti, hogy ez körülbelül 4 képzésből adódna össze ennyi család, ami körülbelül 2 év alatt teljesíthető. Nyilván akkor, hogyha megfelelő számú nevelőszülői érdeklődő, illetve jelentkező van. Mielőtt nevelőszülőket képeznének a jelentkezőkből, előtte az alkalmasságukat vizsgálják meg. Ez pszichológiai felmérést jelent, de megnézik azt is, milyen anyagi helyzetben vannak, milyen lakásban élnek, az megfelele gyermekek befogadására. Elsősorban házaspárokat várnak, de egyedülálló is lehet nevelőszülő. Tavaly óta munkaviszonynak számít a nevelőszülői tevékenység. Egy nevelt gyermek után mintegy 50 000 forintot kapnak a szülők. Nyáron nyit ki a pécsi vontatóköteles vízi sípálya. A projekt a belvárostól és a kertvárostól sem túl messze lévő, közösségi közlekedéssel is jól megközelíthető Tüskésréten valósul meg, és június végéig el is készül. Július elejére garantálja a nyitást Katics Viktor, a fejlesztést végző Pécsi Víz Kft. Ügyvezetője. Az így kialakítandó sport- és szabadidőparkban helyet kap a tó körül egy 1200 méteres gumiszőnyeggel borított futópálya és egy játszótér is. Ingyen parkolhatnak majd az autók Pécset húsvét hétfőn. A város közterületeit kezelő Biokom az ünnep miatt nem teszi díjkötelessé a parkolást. A cég a szemétszállítást is felfüggeszti ezen a napon, a zöld hulladékjáratok sem indulnak el hétfőn. Az ünnepi közszolgáltatási rend úgy alakul húsvét hétfőn, hogy az ügyfélszolgálat zárva van, parkolásért közterületeken nem kell fizetni, viszont behajtási engedély ugye továbbra is szükséges a belvárosba, illetve a kiemelt övezetekbe. Ezen kívül nem lesz hulladékszállítás, zöld hulladékjárat sem, viszont a következő szállítási napon ugye ezt cégünk be fogja pótolni, tehát akár dupla mennyiség is kirakható, ami időközben fölhalmozódott. A társasházi területeken ott, ahol 1100 literes edények vannak, ott már másnap, tehát kedden elkezdjük a szállítást, tehát nem várjuk meg a következő szállítási napot. Új vendéglátó egységek nyitnak tavasz végén, nyár elején Pécs belvárosában. Az üres üzlethelyiségeket licit eljárással értékesíti újra a vagyonkezelő. 2 étterem már biztosan nyílik a Jókai téren. A Városháza aljában szintén étterem lesz. A Széchenyi téren pedig a BÁV helyére költözik egy pékség. Idén is kedvükre válogathatnak az ínyencek, Orfűn 12. alkalommal rendezik meg a Medvehagyma Fesztivált. A szervezők a program részleteiről pénteken tájékoztattak. A medvehagymának van egy olyan finom életbeli hatása, ugye, hogy máj és epe segítő és vértisztító hatása van. Az ínyencek egyik kedvence volt a medvehagymás kecskesajt. Medvehagymából készült ételkülönlegességeket, köztük fagylaltot is kóstolhattak a látogatók a gyógynövénynek szentelt fesztiválon. Ezek a felvételek még 2013-ban készültek Orfűn, akkor az időjárás is kegyes volt a rendezvényhez. A 10. Medvehagyma Fesztivál csak nem tette tönkre az eső, akárhogy próbálkozott. A Medvehagyma Fesztiválnak idén is otthont ad Orfű. 12. alkalommal várják az ínyenceket a településre. A polgármester szerint a gyógynövény szerves részét képezi Orfű életének. Jelenleg egy nagy beruházás keretében egy medvehagymaházat építünk, ami egy ökoturisztikai látogatóközpont. Tehát én azt gondolom, hogy Orfű életében nagyon mélyen bent van a medvehagyma, nem hosszú ideje van ez, tehát 12 év, ez nem egy ilyen hosszú történet, hosszú idő, de én azt gondolom, hogy szerves része lett a Orfű életének, Orfű turizmusának a medvehagyma. A helyi értéktárban is jelentős szerepe van a medvehagymának, mondta Nagy Csaba. A megyei közgyűlés elnöke hozzátette, a gasztronómiai hagyományok ápolását kiemelten támogatják. Nagyon fontos volt az új megyei önkormányzatnak, az új vezetésnek, hogy megpróbálja azokat a hagyományokat, azokat a gasztronómiai hagyományokat is és kulturális hagyományokat felölelni, amelyek azt gondolom, hogy nem csak a megyére sugároznak ki, hanem országosan is nagyon fontosak lehetnek. Ez az a Medvehagyma Fesztivál, ami egy igazi jó kezdeményezés. Idén a fesztiválra több ezer vendéget várnak.
A program április 18-án és 19-én várja a gyógynövény kedvelőit. Halálra gázolt egy embert egy a déli pályaudvarra közlekedő személyvonat pénteken hajnalban a Budapest-Pécs vasútvonalon Dombóvár és Döbrököz között. A tájékoztatás szerint a baleset miatt a rendőrségi helyszínelés idejére lezárták a vasúti pályát a forgalom elől. A vonalon közlekedő hajnali vonatokon utazók 40-50, a gázoló vonat utasai 100-120 perc között késtek. Nem roncsautó, mégis ott hagyták. Pécset az egyik fogadó előtt már lassan 2 éve áll egy Opel-típusú autó. Nem látszik rajta, hogy gazdátlan lenne, pedig az. A Tompa Mihály utcában élők már többször megpróbálták elvitetni a járművet, sikertelenül. A tulajdonosát sem ismerik, annyit tudnak a gépről, hogy közel 2 esztendeje 4 fiatal parkolta le. Az elszállítás lehetőségeiről az illetékesek későbbre ígértek tájékoztatást. Baloldali visszapillantóját behajtották, hogy el lehessen férni mellette, jobb oldala mellett pedig már a fű is kinőtt. Szinte napra pontosan 2 éve áll itt ez az ezüst színű autó. Az utcában működő fogadó tulajdonosa azt mondja, fiatalok parkoltak le vele, és azóta senki sem nyúlt hozzá. Annak idején 4 suhanc hajnalba tolta ide ezt az autót, hetekig megvolt még a kamera felvétel, vissza tudtuk volna követni, hogy kik hozták ide. Ez azóta itt áll. Intézkedés annyi történt, hogy mindenhova bejelentettük, hova illik. Először azt mondták, hogy várjuk meg, még lejár a műszaki, mert addig nem tehetnek vele semmit, hiszen nem áll tilosba, és van rá műszaki vizsga. Van az autóban energiaitalos és cigarettás doboz is, 2 éve pedig ez a sapkahever a kalaptartón számos irattal együtt. Keresték az utcában élők a tulajt is, de nem tudták elérni. Az autó eltüntetésére pedig számos lehetőséget megpróbáltak már. Facebookra többször föltettem, jobbnál jobb ötleteket kaptam, hogy mit kellene csinálni, vagy mit kellett volna csinálnunk eddig. Ha véletlenül begurulna a kereszteződésbe, vagy hogyha föltolnánk a kocsi beállóhoz, akkor talán elvinnék. De próbálkoztunk nem tisztességtelen módon elérni azt, hogy végre elkerüljön innen ez az autó. Tettek bejelentést a Pécs Holding ZRT-nél is. Kerestük őket is a témában, későbbre ígértek tájékoztatást. Érezhetően kevesebben látogatják a foci meccseket a szurkolói kártya bevezetése óta, és az ultracsoportok távol maradása miatt a hangulat sem az igazi. Az MLS ezért tárgyalásokat kezdeményez a szurkolókkal és a klubokkal. Az egyeztetések még nem kezdődtek el, a pécsi városházán azonban már most leszögezték, nyitottak a tárgyalásokra, írja a Pécsi Újság. Nem jutott döntőbe a Peac Pécs a női kosárlabda NB1-ben. Legutóbbi meccsükön 72-76-ra győzte le a pécsi csapatot a DVTK. A bronzéremért folyó küzdelem hétfőn kezdődik. Zsejko Gyokics tanítványainak a győri lányokkal kell megküzdeniük a 3. helyért. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Egy Bécsben rendezett meghívásos nemzetközi gépíróversenyen remekelt a paksi eszi diákja. Rácz Anikó csupán néhány tucatnyi leütéssel elmaradva a 2. helytől a dobogó 3. fokára állhatott. A villámkezű diáklány nyáron, az érettségi után tovább szaporíthatja saját és iskolája sikereit, világbajnokságra készül gépírásból és szövegszerkesztésből is. Azt, hogy infrastruktúra, nem csak kimondani, leírni sem könnyű. Ez az egyik Mumus Rácz Anikó számára. Az energetikai szakközépiskola ügyvitel szakon tanuló 12-ese egyébként nagyon szeret és tud is gépelni, amit versenyeredmények sora igazol. A legújabbat, egy 3. helyezést nemzetközi porondon szerezte meg. A bajnokságra hazánkból 2 kaptak meghívást korábbi versenyeredményük alapján. Én Bécsben 4160 leütést írtam körülbelül 10 perc alatt, a csúcsom eddig úgy 4500 körül volt. A Bécsben rendezett nemzetközi ifjúsági gépíróverseny 3. díja a szövegfeldolgozásban rendre jól szereplő paksi iskola életében is kiemelkedő esemény. Minden tavasszal és ősszel is vannak országos bajnokságok, versenyek. Hát örömmel tudom azt mondani, hogy gépírásból is, de különösen szövegszerkesztésből. Azért ha 10 indulunk, akkor 8 helyezés biztos, hogy az eszi úgy elhoz. Úgyhogy ez már egy magas mérce, úgyhogy el is várják ezt tőlünk.
de hát ha vannak tanuló diákok és szorgalmas diákok, akkor ezt szeretnénk ugye tovább vinni. Erre hamarosan meg is lesz a lehetőség, hiszen idén esedékes a 2 évente rendezett szövegfeldolgozó világbajnokság, amelyet idén 50-szer rendeznek, ráadásul éppen Budapesten. Az ESZI-ből 4-5 diákot szeretnének nevezni, köztük Rácz Anikót, akinek éppen ezért igen sűrű lesz a nyara. Most fogok érettségizni, tehát ez is megnehezíti egy kicsit munkát, és lesz szakmai gyakorlatom is, tehát még azt is közbe kell iktatni, valamint ugye a nyári világbajnokság, amit idén Budapesten fognak megrendezni. Azt még nem tudni, hogy milyen lesz a mezőny a világbajnokságon, az viszont már biztos, hogy kemény feladat elé állítja a versenyzőket, hiszen ezúttal 30 percen keresztül kell gépelni, minél gyorsabban és minél pontosabban. Anikó szívesen vállalja a felkészüléssel járó plusz munkát, mert úgy gondolja, hogy majd a munkája során is tudja hasznosítani az így szerzett képességet, tudást. A már régóta felújításra váró somogyi utak újulnak meg állami támogatásból, jelentette be Vicman Mihály, a térség országgyűlési képviselője. Összesen 34 kilométeren lesznek járhatóbbak és biztonságosabbak a megye útjai, mondta Somogy útügyi biztosa. Tartós útburkolati jelzésekkel és fényvisszaverő prizmákkal is segítik a közlekedőket, a tervek szerint még idén végeznek a munkálatokkal. 68 milliárd forintos program indult útjára a közlekedés politikáját felelős államtitkár közelmúltban történt bejelentése nyomán. A 68 milliárdból országosan 580 km út felújítására lesz mód. Ez Somogy megyére levetítve azt jelenti, hogy összességében olyan 3,7 milliárd forint a becsült előrelátható költsége a Somogy megyei útfelújításoknak, és ebből összességében 34 km út felújítására lesz mód. Kelendő a magyar bárány az Európai Unióban, és azon kívül is, Svájctól Görögországig, Franciaországtól Ausztráliáig mindenhol nagy kultusza van a bárányhús fogyasztásnak. A húsvét közelettével a hazai vágóhidakon közel 2,5-szer annyi állatot vágtak le, mint az év más időszakában. Még külföldön nagy az igény a bárányhúsra, ide-haza még mindig kevesen fogyasztják. Alig van már bárány a hetesi vágóhídon. Az ünnep közelettével a szokásosnál is jóval több állatot vágtak le. A bárány húsa ugyanis zsírban szegény, vitaminokban és ásványi anyagokban viszont gazdag. A franciák évente átlagosan 14 kiló bárányt fogyasztanak. A görögök ennél többet, mint egy 20 kilogramot, az ausztrálok pedig az abszolút bárányhúsfogyasztók, fejenként évi 34 kilós átlagukkal. Ezzel szemben idehaza évente csupán 30 deka bárányhúst fogyasztunk fejenként. Ennek az is lehet az oka, hogy nem igazán része étkezési kultúránknak. S habár a szakemberek szerint egy szűk réteg tekintetében mindig is jelen volt a magyar asztalokon a bárányhús, az árát kevesebben tudják megfizetni. Régebbi időszakban is fogyasztották Magyarországon, azonban ugye nem közkedvelt, csak egy bizonyos réteget tud megcélozni a bárányhús, mivel árban sem a legolcsóbb húsok közé tartozik. Ez mit jelent? Tehát, hogy viszonyítsuk össze mondjuk csirkével, hányszorosa? Hát csirkéhez viszonyítva én azt mondom, hogy körülbelül olyan 4-5-szöröse a bárányhúsnak kilója. A bárányhúst előszeretettel fogyasztják a muszlim országokban is, hiszen amellett, hogy népszerű, még a vallásukban előírt módon történő rituális vágást is biztosítani tudják a hetesi vágóhídon. A muszlim országok mellett Japánból is egyre több megrendelés érkezik a somogyi bárányhúsért. Az egész éves sonkafogyasztás 30-35%-a húsvétkor kerül a magyarok asztalára, derül ki egy felmérésből, amely szerint az ünnepi sonkapiacot a fogyasztók igényessége jellemzi, akik ilyenkor szívesen vásárolnak kézműves hústermékeket. Sokszorosára nő a sonkák iránti kereslet a hentes üzletekben húsvét előtt. Az ünnephez kapcsolódó gasztronómiai hagyományokat a legtöbb háztartásban őrzik, és biztosan kerül sonka is az asztalra vasárnap. Főtt csonka, illetve főtt füstölt csülök szokott lenni, meg nálunk is a sima házi csonka. Ebben az üzletben a legolcsóbb hagyományos érlelésű kötözött csonka 1290 forint per kilogramm áron kapható. Az eladási árakat elsősorban az érlelési idő hosszúsága szabja meg. A hagyományok szerint a parasz csonka a legjobb minőségű, ami készülhet hátsó vagy első combból, esetleg csülökből is. Sonkákból legtöbben az alacsony ár kategóriás sonkákat keresik, kötözött sonkát, gyors érlelésű csülköt, ilyesmiket. A jobb minőségeket, a füstöldarabolt comb,
parascsonkát, kisebb réteg viszi. Az viszont megállapítható, hogy egyre több magyar vásárol helyi piacokon áruló őstermelőktől, mert termékeikben jobban megbíznak, mint a nagyáruházak kínálatában. Én nekem ez ízlik legjobban, hogy friss és fiatal, hogy hamar meg lehet főzni, könnyű elkészíteni. Egy felmérés szerint az egész éves magyar sonkafogyasztás körülbelül 30-35%-a húsvétkor kerül az asztalra. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Parlament előtt a bodai atomtemető, a pécsieket nem tájékoztatják a beruházás irányítói. Megújult a pécsi gyermekotthon, nevelőszülőket keres az intézmény. Ingyenes parkolás, szemétszállítási szünet, húsvéti menetrend Pécsett. Több ezer ínyencet várnak, 12. alkalommal rendezik meg a Medvehagyma Fesztivált Orfűn. Szombaton napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és nyugat felől szorványosan lehet eső, zápor, a hegyekben havas eső is. Húsvét vasárnap erősen felhős lesz az ég, elszórtan alakul ki csapadék, a szél egyre jobban megerősödik. Húsvét hétfőn borongós időre van kilátás, déltől egyre több felé esővel, a hegyekben havas eső, hó is hullhat. A hőmérséklet reggel 0-2, napközben 9-11 fok között alakul az ünnepi hétvégén. Mára köszönöm figyelmüket, legközelebb friss hírekkel kedden este jelentkezünk. Munkatársaim nevében is kellemes ünnepeket kívánok, viszontlátásra!